könnyű egy év. Nem volt olyan könnyű, mert nem tudtunk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, de amit az eredményeket illeti, az tényleg nagyon meg vagyok elégedve azokkal. Érzem, hogy nagyon jó úton vagyok a felkészülésen. Nekem most csak egy cél van, az most az olimpia, és most jöttünk edzőtáborra, megyünk is szombaton, megyünk edzőtáborra, úgyhogy csak az van a fejemben, és akkor meglássunk, mi lesz, de az a nagy fókusz, és majd olimpia után gondolkozunk, hogy mi lesz tovább. De tényleg meg vagyok elégedve minden, ahogy megy, ahogy milyen volt is, és remélem, hogy a legrosszabb az már mögöttünk van. Most melyik szakaszában tartasz a felkészülésnek? Hát ez a január-február volt a legnehezebb. Most kezdődik ez a... amit pont nekem kell a sprint edzések, úgyhogy... Most kezdünk, eddig ilyen alapozás volt, most kezdünk a technikán nagyon dolgozni, és a következő kettő vagy három hónap az csak technikazás lesz, és most március végén lesz az országos bajnokságot, majd kiderül, egy kis teszt lesz, meg kiderül, hogy jó volt-e, amit csináltunk, de nagyon reménykedek, hogy az lesz. Mi kell ahhoz, hogy meglegyen az olimpia? Hát, hogy megtartsák. Már két szinten már megvan, elég erős szint, úgyhogy szerintem csak, hogy még legyen tartsa, és akkor két egyéni szinten van, még kettő váltóba indulhatok, úgyhogy az nekem szerintem elég is lesz, ha négy úszást tudok csinálni. Legyünk optimisták, hogy lesz olimpia. Mivel lennél ott elégedett? Hát ezt nem merem nagyon mondani, hogy mivel. Érem azért az nagy valami, de szerintem ott a döntőben lehetek nagyon könnyen, mert azt már úsztam is egy párszor, ami az előző pár olimpián kellett a döntő, úgyhogy ha oda a döntőbe bekerülök, az egy olimpiai döntő, ott már 100 méter sprint szám, na minden lehetséges.